2023-ban is lehetőséget kapnak az ingatlan tulajdonosok, a lakóközösségek, illetve az intézmények arra, hogy elnyerjék a Tiszta udvar rendesház, valamint legszebb előkert címek valamelyikét, ugyanis ebben az esztendőben is meghirdette erről szóló pályázatát Rákosmente önkormányzata. Rózsahegyi Péter környezetvédelmi tanácsnok, Rákosliget önkormányzati képviselője elmondta, csak úgy, mint a korábbi években, idén is hasonló az érdeklődés a kezdeményezés iránt, melyet ismét két kategóriában hívtak életre. A kétféle fő kategória a Tiszta udvar rendesház, a másik pedig a legszebb előkert, de a legszebb előkert kategóriája is kétfelé bontható, mert vannak az olyan közterületi előkertek, mint akár itt a lakótelepen, ahol sokan gondozzák, holott nem is tartozik a házhoz jogi értelemben, mégis nagyon sok munkával szépítik meg, illetve vannak a magáningatlanok előkertjei, amelyek ingatlanon belül is felelhetők, de ott is vannak közterületi zöldsávok, előkertek, amelyeknek a szépítése egy fontos feladat, és köszönjük mindenkinek, hogy ebben részt vesz. A Tiszta udvar rendesház címért azok a jelöltek indulhatnak, akiknek épülete, kertje és udvara megjelenésében harmonikusan illeszkedik a környezethez. A legszebb előkerdi pedig azoknak a lakóközösségeknek adományozható, akik a beültetett virágok, növények továbbá a közterületi összkép vonatkozásában a legesztétikusabb előkerttel rendelkeznek. Az elismerő címek odaítéléséről helyszíni szemlét követően egy szakmai munkacsoport dönt majd. Rózsahegyi Péter elmondta, jellemzően négy fő szempont alapján értékelik a kerteket. Az egyik a kertészeti szakmai szempontok, a másik az esztétika, a városi, városképhez hozzájárulás, a szépség, a harmadik a fenntarthatóság szempontja, kétféle értelemben. Az egyik, hogy mennyire munkaigényes az, amit létrehoztak, sokat kell-e vele bíbelődni, vagy egy jó, igényes kialakítás után kevés munkával is fenntartható, és így példaként szolgálhat azok számára is, akiknek nincs túl sok ideje. Másik értelemben pedig ökológiailag legyen fenntartható. Az érdeklődők június 30-áig jelezhetik részvételi szándékukat írásban, a pályázott kategória, név, lakcím és telefonszám, valamint e-mail címük megadásával, a jelentkezést pedig a 17. kerületi polgármesteri hivatalba kell eljuttatni.